Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a világhíradóban. Az elmúlt évek legkeményebb csörtéje alakult ki Franciaország és Olaszország között, miután vezető olasz politikusok, köztük az egyik miniszterelnök helyettes találkozott a hónapok óta tüntető francia sárga mellényesek vezetőivel. Párizs csütörtökön egyeztetésre hazahívta római nagykövetét. Hasonló lépésre a II. Világháború vége óta nem került sor a két ország között. Egymásnak feszül Róma és Párizs. Az unió második és harmadik legnagyobb gazdaságával bíró országa között tavaly nyár óta folyik az adókapok. Egészen konkrétan azóta, hogy Olaszországban 2018. júniusában kormánykoalícióra lépett a két bevándorlás ellenes erő, az Északi Liga és az Öt Csillag mozgalom. A napokban azonban szintet ugrott a feszültség, miután vezető olasz politikusok adták egymásnak a kilincset a Franciaországban hónapok óta tüntető sárga mellényesek kvázi vezetőinél. Semmi különös nincs abban, hogy a miniszterelnök helyettes találkozott a francia ellenzéki mozgalom prominens alakjaival. A francia kormánypárt is olyan erőkkel lépett szövetségre, amelyek mi nálunk ellenzékben vannak. Akkor ez is furcsa. Tiltakozzunk mi is az ellen, hogy Emmanuel Macron ellenzéki pártokkal szövetkezik Olaszországban? Fejezte ki értetlenkedését a kialakult helyzet kapcsán az egyik olasz tárcavezető. Párizsban minden esetre gyökeresen eltérően ítélik meg a helyzetet. A feszültségek diplomáciai háborút robbantottak ki. Csütörtökön visszahívták egyeztetésre a római nagykövetet. Franciaországot hónapok óta támadja az olasz kormány két tagja. Az embereket a sárga mellényesek támogatására buzdítják, és megkérdőjelezték a francia kezdeményezéseket Afrikában. Majd ide jöttek a sárga mellényesekkel tárgyalni úgy, hogy erről a kormányt nem is tájékoztatták, pedig a diplomáciai etikett ezt megkívánta volna. Ez önmagában elegendő okot szolgáltatott a francia nagykövet visszahívásához, közölte a francia kormány szóvivője. Matteo Salvini és Luigi Di Maio, a két olasz kormánypárt két vezetője, az elmúlt hónapokban látványosan a sárga mellényesek pártjára állt. Salvini még azzal is megvádolta a francia elnököt, hogy az a saját népével szemben kormányozza az országot. A mostani csörtét több elemző is a közelgő EP választások tükrében értelmezi. Salvini hónapok óta dolgozik egy európai szövetség megteremtésén, amely egyértelműen az Emmanuel Macron által vezetett, szorosabb uniós integrációt szorgalmazó erők ellenében határozza meg magát. Megtartotta alakuló ülését Uruguayban a venezuelai válság rendezését célzó nemzetközi kapcsolattartó csoport, melyet az EU hozott létre latin-amerikai országokkal. Mexikó és Bolívia kivételével mindenki aláírta a találkozó záró nyilatkozatát, amely szerint a venezuelai válságot békésen kell rendezni egy szabad, átlátható és hiteles elnökválasztással. A résztvevők megegyeztek, hogy missziót küldenek Venezuelába, március elején pedig ismét összeülnek, hogy megvizsgálják a fejleményeket. Közben az amerikai fegyveres erők Latin-Amerikáért felelős főparancsnoka egy szenátusi bizottsági ülésen arról beszélt, hogy a venezuelai katonák haldoklanak az éhségtől. Szerinte a hadsereg állapota romlott, de a katonák még Maduro elnököt szolgálják. Hozzátette, hogy az amerikai hadsereg készen áll, hogy szükség esetén megvédje az amerikai állampolgárok és diplomáciai képviseletek biztonságát Venezuelában. Habár az alapvető célját nem sikerült megvalósítani, kutatók szerint vannak biztató jelek a Finnországban az alapjövedelemmel végrehajtott kísérletnek. Helsinki két éve 2000 véletlenszerűen kiválasztott ott élőnek biztosított minden kötöttségtől mentes havi 560 euró átszámítva, mint egy 180 ezer forint jövedelmet. Az eddigi legkiterjedtebb ilyen típusú társadalmi kísérlet a várakozásokkal ellentétben nem csökkentette jelentősen a munkanélküliséget a részvevők körében. Az év elején véget ért Finnországban egy két éves kísérlet az alapjövedelemmel. A programban 2000 véletlenszerűen kiválasztott finn állampolgár vett részt, akik az államtól havi 560 eurót, vagyis mintegy 180 ezer forintot kaptak, mindenféle megkötés nélkül. Leginkább pszichológiai előnyét éreztem a programnak, a pénz egyfajta szabadságot adott. A korábbi segélyhez képest csak 50 euróval kaptam többet, de itt semmilyen megkötés nem volt, még munkát is vállalhattam mellette, mutatta be az egyik résztvevő a programot.
Közgazdászok egy része azt várta, a program akár a munkanélküliségre is kedvező hatást gyakorolhat. If you are officially unemployed, a munkanélküli segélyt elvesztik az emberek, ha dolgozni kezdenek, ezt a pénzt viszont minden körülmény között folyósították a számukra. Szerintem az alapjövedelem legnagyobb előnye, hogy az emberek kreatívabbak lehetnek, és ez a termelékenységre és a közérzetükre is jó hatással van, mondja egy másik résztvevő. A program támogatói is ezzel érvelnek. Az első adatok szerint az alapjövedelemben részesülő emberek összességében boldogabbak és egészségesebbek voltak 2 év után, mint a kontrollcsoport tagjai. Az ellenzők szerint viszont a feltétel nélkül biztosított jövedelem nem ösztönzi az embereket az álláskeresésre. Tűz ütött ki a riói Flamengo sportegyesület futballcsapatának edzőközpontjában. A lángok a központ hálótermeiben csaptak fel. Sajtóhírek szerint 10 ember, 4 ifjú játékos, 4 klubalkalmazott és 2 a klubnál próbajátékon tartózkodó tehetség halt meg. 2 15 éves, tovább egy 14 éves játékost pedig súlyos állapotban vitte kórházba. A csapat szimbóluma egy keselyű, ezért a sportközpontot keselyű fészeknek nevezték el. Az egyesület anyagi nehézségek után tavaly bővítette ki a modern létesítményt. A hatóságok még vizsgálják, miért ütött ki a tűz, melynek eloltása több mint 2 órán át tartott. Áradásokat okoztak Chile egyes részein az elmúlt 7 heves esőzései, akárcsak a szomszédos Peruban, ahol legalább 10-en meghaltak és 14-en megsérültek. Közben Brazíliában Rio de Janeiro városára csapott le egy erőteljes vihar, amelyben 6-an életüket vesztették. Lakott területeket öntött el a víz Chile egyik északi régiójában, ahol a heves esőzések miatt folyók léptek ki a medrükből. A térségben sokan kényszerültek otthonuk elhagyására. Hála Istennek, hogy nem történt nagyobb baj, de így is újra kell építenünk az otthonunk. A környéken még fennáll a földcsúszamlás veszélye, mondta ez a nő. Az eső több helyen elállt, és az árvíz is apadni kezdett. Sokan ezért visszatértek otthonaikhoz, hogy felmérjék a károkat. Minden oda lett az áradásban, ami példátlan erejű volt. Sajnos telente ilyen itt az időjárás, mondta ez a férfi. Nem jobb a helyzet a szomszédos Peruban sem, ahol a sok csapadék miatt szintén több folyó megáradt. Az árvíznek itt halálos áldozatai is voltak. Nagyon heves esőzés volt, este 10-kor kezdődött és mennydörgés kísérte. A gyerekeimmel elmenekültünk, mondta ez a nő. A kormány 50 tonnányi segélyt küld a rászorulóknak. A víz komoly károkat okozott a termőföldeken és az infrastruktúrában is. 105 ingatlan elpusztult, 364 lakhatatlan lett, 1660-ban pedig károk keletkeztek, akár csak 22 hídban és 139 kilométernyi útban, mondta a polgárvédelem vezetője. Közben Brazíliában Rio de Janeiro-ra csapott le egy nagy erejű vihar még szerda éjjel. A turisták által közkedvelt tengerparton 110 km/órás szél dombolt. 8 éve itt élek, de még nem láttam olyan vihart, ami ekkora pusztítást végzett volna, ami ennyi fát csavart ki, mondta ez a férfi. A hirtelen jött sok csapadék miatt beázott egy bevásárlóközpont mennyezete. A víz elárasztotta az utcákat és több buszt elsodort. A nyomornegyedekben sárlavinák zárták el az utakat. Soha nem láttam még ehhez foghatót. Ez az első alkalom és megrémít, ami történt, mondta egy másik helyi lakos. Az idei január az eddigi legmelegebb volt Rio történetében, néhány nap 42 fokos volt a hőség. Meteorológusok szerint a hét hátra lévő részében újabb esőzések lehetnek a városban. Szombaton veszi kezdetét az idei chicagói autókiállítás, amely Észak-Amerika legnagyobb hasonló típusú rendezvénye. Csütörtökön már újságírókat is beengedtek a helyszínre, ahol a megnyitó előtti este egy jótékonysági gálát is tartanak. A rendezvényen idén is számos újítást mutatnak be, köztük egy Dodge gyártmányú rendőrautót, amely figyelmezteti a benne ülő járőrt, ha valaki hátulról megközelíti a kocsit. Veszély esetén a jármű automatikusan zárja ajtóit és feltekeri az ablakokat, valamint felvillantja a hátsó lámpáit. Látható lesz egy keverőpulttal ellátott Nissan is, amelyen lemezlovasok igazi bulikat csaphatnak. Tovább egy Toyota kis teherautó is bemutatkozik, melyet automata pizzakészítővel láttak el. Az első chicagói autókiállítást 1901-ben tartották, az idei program február 18-áig tart. Világhíradónk végén megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!